Szerencsétek, haramiák, hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zagloba vagyok, ez pedig egy gyors telepítési segéd a Hoi 4-hez, pontosabban a magyarításokhoz és a Great War hoz Ugye a Great War Mode Steam-en elérhető, tehát hogyha megnézzük, akkor... a Steam-en vagytok rá feliratkozva, akkor nektek még minden szöveg ilyen angol félig lefordított uh, úgymond szutyok lesz ilyen zárójeles, meg rix minden ugye ezt úgy lehet kiküszöbölni, hogy a moddibiről letöltitek az adott verziót, ami éppen én remélem jót indítottam el, igen ugye hogyha feljöttek az oldalra a magyarítás oldalára, ott igazából, ha rámentek a letöltés fülre, akkor itt a Great War, az itt a legutolsó ide katt gombra, vagy hát szövegre, hogyha ráketintetek, akkor elédítek magának a módnak az oldalát. Ugye itt annyit kell tudni, hogy ez a nulla, 2 B, az egy patch is rendelkezik. Szóval ennek van egy patch -e. Szóval nem elég csak ezt az Open Beta 0.2-t letölteni és feltenni, hanem fel kell tenni ezt a patch is. Ez jött a magához a játék Ugye az látjátok, hogy az egyik február 15, a másik 23. Én korábban ugye ezt nem is vettem észre, azért nem is tudtam használni a modot. Szóval, hogyha letöltöttétek a fönn van a Hoi alapjáték, azt lemagyarítottátok, az remélem, hogy megy mindenkinek a magyar nyelv használata, értelemszerűen ugye a magyarítást ö, mindig oda kell telepíteni, ahol a játék van. Szóval nekem a D meghajtóra ment a, a steam, van neki egy külön vinyója, egy hibrid, és oda mentek minden streames játékot, vagy hát oda tölti le, ott vannak a steam, hogy onnan fut a Steam, és játék mappám igazából. Szóval oda felteszitek a magyarítást, lemagyarítottátok a játékot, és akkor onnan jön a mód. A módnak ugye két mappája van így ezzel a patch -el. Ugye annyi az egész, hogy ezt a mód mappát, amit itt kaptok, ezt kell bemásolni értelemszerűen. A dokumentumok, hoz a mód mappába ide. Itt közben lehet látni a streames feliratkozásoknak a, a mappa ikonjait is. Igen, sajnos a magyarítás, a Great War mod magyarítás nem működik, hogyha streamen feliratkozol a módra, a Great War módra, akkor hiába rakod fel a magyarítást, egyszerűen nem is találod meg az elérési utat, mert nagyon nehéz megkeresni. Szóval manuálisan telepítsétek be ide a Paradox Interactive First of Iron 4 mod mappába modot, rá a patchet, és amint ez megvan, igazából akkor jöhet a a Great War mód magyarítása, ami ugye itt megmutatom, elindítom, értelemszerű. Ugye annyit kell tennetek, ő eleve jó helyre fogja egyébként telepíteni, hogyha megnézitek. Mert ő egyből azt a mappát fogja ott keresni, ott, hogyha me, ott a mód van kiírva. De egyszerűen meg is tudjátok adni neki az utat, visszajöttök. Dokumentumok, paradox, oi, mód, great mód, és ennyi. Itt írja is, hogy a mód mappán belül, de great War mappába telepítsd. És igazából ennyi az egész. Nagyon könnyen lehet manuálisan telepíteni. Én nekem gyorsan sikerült. Én is szenvedtem ugye a steam es telepítéssel, hogy meg lehessen oldani, ne lehessen megoldani. De meg lehet. Szóval ténylegesen meg lehet. Akkor mi van még, ami fontos lehet? Uh, hoppá. <kül> Dolgozik a sör, amit tegnap ittam, vagy. <laughs> mert nem ma. Na mindegy, szóval ennyi. Ö, megmutatom nektek akkor, hogy mire jutottam. Remélem, hogy átmenet nélkül tudja venni a, a játékba való belépést is. Igen, ugye ezt mondtam nektek, hogy ez a mor variáns, ez a <coughs> modon kívül elég jól működik. Ez ugye azt adja hozzá a, a játékhoz, hogy minden fejleszthető tapasztalati pontért, de tényleg minden, a lövegek, bármilyen felszerelés, a fegyverek, minden. Tehát ugyanúgy hozzáadja azokat a kis pluszokat, hogy mondjuk a, a megbízhatóságát lehet növelni a támogató felszereléseknek. Na nézzük meg, hogy be tudok e úgy lépni ezt, hogy nem próbáltam, hogy ugye veszem a magát. Ugye most az actionnek nek a, azt a felületét használom, ami elvileg vesz mindent. Szóval nem kell kivel lépegetni a játékokból, mert az asztalt veszi igazából. Tehát az Active screen-t, tehát ami éppen a monitoron fut, azt rögzítem. Ugye régebben voltak a, ezek a vágások, hogy először vettem az asztalt, akkor átállítottam az action a, a játék felvételre, és akkor úgy először az asztalon megmutattam a telepítést. Remélem, hogy most ezzel tudom rögzíteni akkor a így egybe az egészet. Lehet, hogy egy kicsit hangos lesz a zene, ez most elnézést kérek. Na, mint tegnap kiderült, ugye én akkor még angolul használtam a, The Great War modot. Nem is emlékszem, hogy melyik verzió volt az, amit én, amit én használtam. Elnézést közben vettem, vagy hát rendeltem egy tablettokot, aztán a szenvedek. Eléggé gagyarász, pedig német. Nem is az a, az a, baj vele, hogy... Kurva élet. Hogy... Ö, elcsúszik benne a tablet. Tehát nem, nem rögzíti olyan hatékonyan, mint azt én vártam. Nem én rendeltem, de... Amúgy nem rossz, nem rossz. Na mindegy, majd ez, ez e e e e e később. Mágnesek jó fognak. Na, szóval, ugye angolul használtam én a... kivettem. Ja persze, mert a lejátszásba be lehet rakni, ugye. Tehát itt van egy ilyen lejátszási cucc, és itt lehet állítani a hangot. Leveszem, mert jogdíjas lesz a szabatom. Na, és akkor nem tudom használni a videót. Kis bevétel te. Szóval, amikor először használtam a modot, angolul. És Annyira nem figyeltem, vagy másra figyeltem szerintem, meg az, szerintem az üvencse volt jól leszövegezve, hogy uh, miért most kezdek neki pakolni. Szóval az üvencse volt, tehát amikor elkezdesz játszani a móddal, akkor feljön egy üvent, hogy uh, a mód is ajánl fel egy nehézségi szintet. És ugye én gondolom reflexből rányomtam a legfelsőre, és a olvasva, hogy mi van, meg szerintem nem is voltak jól az angol textek ott. És ugye azért került be ez a Tinky Winky EO valami, amire én azt hittem, hogy valami hülyeség, vagy balfasság, de most már így rájöttem, hogy akkor tényleg a legkönnyebb fokozaton toltam, és úgyis nehéz volt néha, de most beállítottam a hard nehézséget, ugye van még ennél a nightmare nehézség úgymond, ezek így a dumbo van, vagy a gyuknukemből van, ugye ez a nehézség. Hát megpróbálom ezen. Most, amit vittem ezt a Schatzberg kb. Ennyit, pár hónapot, így úgy vettem észre, hogy eddig a kezdés az azért nagyjából ugyanaz. Támogató felszerelésekre van nekem szükségem, de nagyon. Igen, itt láthatjátok, hogy hogy indulok. Tehát Boszniát már mondjuk annektáltam, azt pont nem látjátok. Ugye azt egy fókusz, fókusszal lehet megtenni, 14 vagy 15 nap alatt be lehet annektálni. Boszniát kapsz két egységet, amiket én egyből föl is oszlatok, mert nem akarok olyanokat képezni. Itt ez az, az Infantry brigád, úgyhogy ezt most föl is tudom, vagy meg is tudom szüntetni. Most ezt a végjátszást, végigjá... nah, ugye kérdeztétek, hogy miért nincs. Azért nincs, mert én a végjátszásokat nem szeretem, egyrészt, ahogy én játszom, az szerintem másoknak élvezhetetlen nézni, mert én közben kilépkedek, belépkedek, ugye csinálom a dolgaimat, meg minden. Úgyhogy ezt most úgy fogom csinálni, hogy uh, ugye a régebbi Total War Empire uh, sémát veszek fel. És megpróbálok minden teljesen kidolgozni, láthatjátok is, hogy itt megpróbáltam már elkezdeni ezt bevezetni, addig megállítom a játékot, ne fusson. Szóval kicsit megpróbálok rámenni, hogy saját magam is úgy alkossam meg a hadosztályaimat, meg a seregeimet, hogy minden el lesz nevezve, a hajók is külön, amik pitang nehéz lesz. Hát az empire is emlékszem, hogy több Majdnem másfél vagy két évig játszottam egy kampányt, de ott minden egységnek volt elnevezése, saját elnevezése, minden hajónak. És minden nagyon külön füzetbe, Devonom még látta, külön füzetbe vezettem a, a, a seregeknek, a, hogy melyik hol állomásozzon, melyik hadosztály, honnan töltsék fel, honnan induljon támadásra, hova érkezzen be szinte mindent, az utánpótlási vonalakat igazod, csak az egységeknek kellett megadni. Na most megpróbálom én is ezt most úgy így megalkotni, de ez egy nagyon lassú folyamat lesz, és nem lesz belőle végigjátszás, hanem majd ilyen alkalmanként be fogok jelentkezni, el fogom menteni az adott helyzeteket, és onnan fogom bemutatni majd videókba. Na látjátok, itt már is dolgoztam, hogy ez hadosztály, lövész hadosztály, hegyi vadász hadosztály. Az Erzsács az igazából egy ilyen, ilyen területi, ilyen helyőrségi alakulatok. Azt is majd átnevezem, aztán huszár hadosztály. Külön lovasságot nem fogok alkotni, mert elvileg van már itt külön úgy megalkotva, hogy Cavalier Division, de én most már csak huszárokat fogok elnevezésében használni. Páncélkocsis alakulat, hát ez az a baj, hogy ilyen nem volt. Tehát páncélkocsis hadosztály nem volt. És itt megnézitek, itt ennek fele gyalogság. Úgyhogy ezt majd át fogom nevezni valamire, csak mi gondolkodom. Aztán a honvéd hadosztályokat is fogom használni. Itt meg ezt átnevezzük tengerészgyalogságra. Ugye németül annyira nem tudok, úgyhogy. németül nem tudok, úgyhogy én nagyon német neveket nem fogom erőltetni. Hát a Landwert azt meghagyom, azt könnyű ki, az Erzácot is lehet, hogy meg fogom hagyni, de ezt majd át fogom nevezni valamire. Jó, itt most nagyjából belekezdtem egy kikötő katonai és civil gyárépítési programba, elég sokáig fog tartani. Nagyon fontos az elején, főleg a monarhiával, hogy megerősítsük a gazdaságot. Ez körülbelül a háború elejéig el is fog tartani, sőt, lehet, hogy már a háborús bele fog esni, majd meglátjuk. Attól függ, hogy milyen ütemben tudok haladni meg most ezzel a nehézséggel, meg hogy most sikerül-e bejutnom olyan, olyan háborúkba, amikbe korábban nem, ugye gondolok itt a balkáni háborúra főleg, hogy megpróbálom majd itt alkotni. Ugye itt törököktől el fognak venni területeket, ez szinte biztos, ugye a történelmi fókusz miatt. A szerbek, a görögök fognak itt nagyon megerős, hogy Albánia független lesz, és akkor utána jön majd a török bolgár háború, meg az olasz török, remélem, hogy most lesz olyan. Látjátok, hogy azért itt történnek közben a dolgok. A Portugália demokratikus ország lesz, vagy köztársaság lesz, mert közben jönnek fel az eventek, ugye Korea annak tálása, japán részéről. Aztán vannak még itt különböző jó kis eventek, lehet majd még a későbbi verzióban részletes lesz. Minden esetre én a szokásos három frontomat és az egy területvédő pozíciómat elfoglaltam. Ugye ez nagyon fontos a tengerpartokat védeni. Ugye a front, az orosz front és elvileg az olasz front, ami ugye mindig kérdéses lesz, hogy Olaszország kimellé fog állni. Fontos is, meg érdekes szituációkat is szülhet. Aztán egy kicsit nehezebb lett a kutatás, Itt ugye alapból már lenne 7-8 százalékom, hogyha nem lenne ez a, ez a tut. Nagyon jó a fejlesztés, ha nem tudom ezeket mutattam-e. Kicsit majd remélem részletesebb lesz, főleg ez. Ezt nagyon ki lehetne bővíteni. A repülő az teljesen rendben van, modellezés dolgából lesz majd itt kérdés, hogy mennyire kerülnek be a modellek képei. Nagyon jók a doktrína fák, ugye egyetlen doktrína fával kell lehet elindulni, abból is van egy kétágas elrendezés, középtájon, majdnem a vége felé, és akkor utána lehet elérni az alapjáték fájt. Ugyanez igaz a hajókra is, van egy alap doktrina fa, és egy szintén egy választási lehetőségeit, nem ütik ki egymást a választási lehetőségek, és ugye utána választhatjuk a, az alapjáték fájt. A hajók azok rendkívül rendben vannak, én, nekem nagyon tetszettek ezek a, az elnevezések, a Radecki osztály, meg ilyesmi, ugye itt meg van az alapjáték dolgai. Huszár például a rombolóknál 40-től. És remélem, hogy azért a mod majd nem csak a Great war fog szólni, hanem valahogy tovább kötik 50 után móddal akár, mert van benne potenciál. Ugye a végletekig lehet vinni a játékot, de hát 50 után nem érdemes, ugye? Na, akkor ugyanez igaz a földi doktrinákra, tehát a csapatoknak a doktrinájára, hogy először ugye ezt az offenszív kultusz doktrinát kell vinni, végig, és utána érhető el a három, a négy, pontosabban a négy szárazföldi modernebb doktrina, ami ugye az alapjátékból lehet ismerős. Az értség, az rendben van, ostrom, illetve a sima tüzérség, vagy nehéz tüzérség, és akkor itt 30-ban megy át a páncéltörőre. Igazából 36-ban, de itt, vál, itt kezdődik az alapjáték dolga. A páncélosok azok jók, itt is ugye a modellezés az, ami, ami egy kicsit még kidolgozásra szorul, de alapvetően én idáig jutottam. Tehát meg volt, nem, várjatok, idáig jutottam ez a kettő volt meg, meg ugye a korai nehéz harckocsi. A korai szuper nehéz harckocsit én nem használtam, nem volt értelme, de nem volt rossz. Ugye itt ez a szokásos, de itt még ugye van a lóvontatású járművekkel indulunk, és ugye itt külön érhetjük el a korai motorizáltságot majd 14-ben, ami elég jól működik. Ugye én ezt a motorizáltat még el sem értem az előző kampányomban nagyon jó, hogy itt vannak az aknavetők, korai géppuska, géppuska, géppuska 2, géppuska 3 a végén, ugye itt van az új gyalogságos is, ezt mutattam az előző videóban, itt a szokásos speciális erők, és nagyjából ennyi. És már fel is szabadítottam egy új gyárat, amivel gyártsunk támogató felszerelést. Nagyon fontos. Igen, itt ezzel a módosított, vagy a hár nehézséggel, tehát a módnak a, ne a hár nehézségével eléggé lassan indul be minden, de szerintem markáns különbség nem lesz. Hogyha egy bizonyos koncepció szerint vezeted a monarhiát, meg bármelyik birodalmat, akkor nem lesz itt nagy gond, de majd meglátjuk, hát sose lehet tudni, ugye? Jó, hát igazából ennyi lenne, még akkor ezt így hozzá az egészhez. Úgyhogy most elkezdtem akkor végre egy normális nehézségen, hogy legyen az egy nagyobb kihívás, mert nem tudtam elképzelni, hogy, hogy ilyen könnyű lenne a mód. És a, nem is értettem ezt a tinki vinki is dolgot, láttam a módosítóit, de nem tudtam mire vélni, és a közben leesett, hogy én valószínűleg ott akkor az angol textekkel elnyomtam ezt az eventet és ezért lett olyan. És meg se fordult a fejembe, mert ugye már annyi időt töltem abba a kampányba, vagy hát abba a játékba, hogy meg se fordult a fejembe, hogy újra kezdjem. Mert hogy újra lehet-e kezdeni más nehézségen. Mert érdekes módon, amikor rátettem az új készültségű de Great War modokat, ugye ez a és a kompatibilisek voltak, úgyhogy nem kellett újra kezdenem. Lehet, hogyha akkor újra kezdem, akkor rájövök erre a dologra, így most segítséggel jöttem rá, amit köszönök szépen. hogy nagyjából ennyi lenne akkor ez a kis segédlet videó. És akkor valószínűleg honlap, meg a honlapról fogok csinálni egy ilyen ötletelős, meg ilyen kicsit segítségkérős dolgot. Ott majd főleg a, aki képszerkesztéshez azért, olyanok, olyanoknak a segítségét fogom kérni, de majd azért Meglátjuk, meg ötlet, tényleg ötleteket, hogy, hogy most mert elég jó állapotban van a honlap. Kicsit kiforratlan még, ugye nem nagyon megint ez a vissza-vissza munka, ez kicsit így szabdalja a heteket, úgyhogy jövő hét elején lesz időm foglalkozni a honlappal, hogy milyen tartalmak, meg hogyan jelennek meg. Szóval, még nagyon, hogyha megnézitek, még teljesen, kicsit ilyen, ilyen összevagdalt benyomást kelt a honlap, de igazából remélhetőleg. Most már május környékét néztem ki, hogy akkor két éve regisztráltam be a honlapot, remélhetőleg arra meg lesz. De az is lehet, hogy ez már harmadik lesz, harmadik év. De én úgy emlékszem, hogy csak kettő éve kezdtem el. Kezdtük el. Így most sikerült egy nagyot előre lépni. Meglátjuk. Na szóval holnap elő lesz egy kis videó. Hát a Hóihoz meg sok szerencsét kívánok. Tényleg, itt készüljetek föl. Hát itt a, itt ami nagyon hiányzik még nekem, közben visszatérve itt a Hóira, hogy ez, itt ezt nagyon ki lehetne bővíteni. Tehát én használtam olyan módokat az alapjátékhoz, ugye a másik világháborús érához, hogy itt teljesen ki volt bővítve. Itt annyi féle gyárat, meg mindent lehetett építeni, hogy eszméletlen. Remélem, hogy majd bekerül az is. Remélem, hogy terve van. És itt már látjátok, hogy lövészárkot lehet ugyanúgy, mint az erődöt. Az erődöt majd később lehet elérni. A lövészárok rendszereket lehet kiépíteni. És jó is működnek, meg is jelennek a lövészárkok a térképen. Úgyhogy marha jó. Na, hát nagyjából akkor ennyi lenne. Remélem, hogy tudtam segíteni. Ha nem, akkor írjatok még rám, aztán megpróbálok segíteni még, ha tudok valamit. Hogy holnap akkor jövök a honlap videóval. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!